akkor. Az elkezdődik? Ez nem megy. Nem elindítottam. Nem leállítottam? Azt hittem leállítottam. Hoppa. Mi történt ember? Déma Józsi. Na mindegy, kapjuk. Melyik a fej, melyik az írás? Nem emlékszem. Ez a fej. A halamadár. Ez az írás. De az nem is fej. Nem fej, de fej. Na. Éppen fej, tudod. Ja. Fejted. Na szóval. Na. Fej vagy írás? Mit mondasz? Írás. Hogyha írás, akkor te adod a témát. Vagyis én adom a témát, hogyha neked írás. Érted? Nem. Na, fáradt vagyok. Azt mondtad, hogy írás. Igen. Mondjuk, hogyha írás lesz, akkor én nekem kell témát dobnom, hogyha... Igen, értem. Teljesen világos. Nem! Á, fej! Sziasztok! Sziasztok, gyerekek! Sziasztok! Mi is ez? A saját csatornája, értitek? Itt vágjátok. Vágjátok azt, hogy tudta a saját csatornája, és nem tudja mi a... Vágott csatány. Na jó. Szocialisztika. Tehát ez itt a szocialisztika legújabb része. Tadod, mikor rágódott bunkóságot is adjuk. Kávé után jó. Várom a témát. Mi a téma? Fürödtéma. Tudtam, hogy elsőtöd a vagyunk. Ez milyen poénjaid állandóan beetszel. Ez olyan, hogy valaki megkérdezi, és egyszerűen már zsigerből rányomom, hogy mi a téma, fürödtéma. Hát ez olyan... Olyan arra. Kosta. Nem Kosta. Nem tudunk. Bocs. Videózunk. Nem megyünk. Bocs. Mert ugye a háttérben bent fociznak. Itt vagyunk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek a hátsó kis parkjánál, a Lővei Klára gimnáziumnak a tornaterme mellett, ahol én régen florboloztam általánosos koromban. Ide értünk florbolozni tényleg. Mert én tudod, nem akkor nem ilyen izé volt. Csapat! Aztán régen csapattam. Én nem csapattam. Tudom, hogy hol vagyunk, úgyhogy csapattam a csapatban. Arcod, érted arcod? Arcod. Ja, ez amúgy ez a... Amúgy szép iskola. A Lővei? Ezek között is tégbe is. Nem fogjuk megmutatni, hogy én arra még egyetek. Igen, szóval de aki ide szépen, jár, beállítottuk, szépen beállítottuk ide, úgy nem fogjuk arrébb vinni. Most már megint olyan cinkesen érzem magamat, hogy mindenki nézni fog. Azért jöttünk egy eldugottabb helyre amúgy, mert már szégyeltük magunkat mindig. Miért néznek? Miért olyan nagy? Most miért olyan három lábú kis kamerához beszélünk? Ez miért tőlünk egy méter? Ez miért olyan? Érted? Értem. Látja? Nem látja. Na látja. Hofi, drága Hofi vicc. Na, mi a téma? Nem mondd el még egyszer, mert most már sok lesz és kapsz egy pukon. Na szóval, mi a téma? A kis muslica, nézzek ide. Pusztuljon meg. Na. Nem, ne pusztuljon meg. Minden élőlényt szeretünk és imádunk. Jó, hagyjad már abban, mondjad inkább. De nem tudok, hát basszus. Fej vagy írás volt. Pont ez a lényeg, hogy egyszerűen... A kőpapírolló. Három. Három. Kőpapírolló. 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 Kettő. Már úgyis nyertem, de mindegy. Kőpapírolló. Háromból, harcolj, bajnok! Mindenképpen neked kell mondanod ezt a témát ma. Még én mondom, most te mondod. Látod? Nem látod? Látod. Ilyen témát akarsz? Misztikus jöhet? Nem, te mondjál, amit akarsz, beszélünk róla. Most, hogy a férfiak elmentek, beszélünk a... Píí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  gombáról. Nem csúnya szó amúgy, de... Ja. Olyan... Reklámban is nem. Az a reklám, az borzasztó. Minden utó. Mióta megyünk? Hát ülünk. Majdnem egy perc. Na, jó. Jó van. Szóval. Mit tudom? Jó idő van. Ja, amúgy nagyon jó. Áll az égnek. Most már jó idők lesz meg. Mindenki így nézi, hogy a Berce mikor mond már témát. A Kosta Berce!
Na? Beszéljünk, mit tudom én. Beszéljünk a Föld 2-ről. Miről? A Föld 2-ről. Föld 2? Föld 2. Hol lesz a Föld? Aj, figyelj. Szóval. Megedjük le. Föld 2-ről beszéljünk. Mikor ezt meghallod, mi jut eszedbe? Föld 2, hát valami nagyon elvont berceles téma. Olyasmira tippelnék, mint egy másik bolygó. Ahol van ugye ugyanúgy élet, víz, föld, mert föld. Igen. Az a lényeg, hogy ez a, az a lényeg, hogy ez a téma körülbelül azóta tartja lázba az egész bolygót, amióta először sikerült ki. Nem tudjuk. Nem tudjuk visszarúgni. Na, szóval. Ez a téma azóta tartja lázba a bolygót, tulajdonképpen is a föld lakosságát, amióta az űrutazás elkezdődött, és az űrutazás maga lehetséges. Meg hát nyilván ugyebár a környezetszennyezés, meg minden egyéb hozta magával azt a témát, hozta hogy... magával. Érted, arcol! Szóval hozta magával azt a témát, hogy egyszer talán majd el kell költöznünk erről a bolygóról, de hát ezt gondolom ez mindenkinek nyilvánvaló. Hogy el kell költöznünk erről a bolygóról, és hogy mégis hova menjünk. Mert az általunk ismert világegyetemben jelenleg nem találunk olyan bolygót, ami alkalmas lenne arra, hogy hogy a Földnek az teljes lakosságát és mindent ugyanúgy elláson, mint a szülőbolygón. És a napokban történt, hogy a Kepler valamilyen számú űrszondával sikeresen mondja. Na, hát erre visszatérve, és hát egy hasonló, mert szerintem amúgy valamennyire nekem nem tudom miért, ez az univerzum, meg a tenger maga, ez is hasonló. Mert megnézed, a világegyetemben hány bolygót szereztünk fel? Keveset nagyon, nem tudjuk elképzelni azt, hogy mennyi van. Na, de várjál, óceán. Tudod, hogy hány halfajt ismerünk? Tudod, hogy mennyi van, rohadt sok. Na, még mindig nem elég. És elmondom neked, hogy a tengerben élő lények, mert nem csak a halakról beszélünk, planktonok, stb. Emlősök is ugye. A 20%-át ismerjük csak. Csak 20%-át fedeztük fel. És ez is ilyen hozzávetőlegesen, lehet, hogy kevesebb. Honnan tudják? Nem tudják, pont ez, hogy de az a durva, hogy körülbelül csak a 20%-át fedezték fel eddig. Mindig vannak új fajok, és senki nem... Mi a francia? De ezt mondom, hogy egyik ismerősömtől hallottam tegnap, hogy beszélgettünk. Mert múltkor megnéztem Jazz Widmannek egy videóját. Mindig az ilyen poénos. Melyik volt. Az a ízés fal. Hogy hívják? Nem tudom, valami hülye neve volt. Amikor hát azon nagyon neve. Ilyen különböző felfedezetlen lényekről beszélt a videóban. A középkori de... lények. Igen, amiket feljegyeztek. Vizi meg... szamár, vagy mi volt? Meg mi volt az a pap, vagy mi az Isten? Azt akarom, csak nem tudom. Nem tudom. Magához hív, meg játszik, így dobáljék. Ez nem már a felébe. Igen, az poén volt. Na, azt láttam én is. Jó, hát most az jutott még. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy a Kepler valamelyik űrszondája sikeresen felfedezett egy olyan bolygót az univerzumban, valahol baromi messze nyilvánvalóan odáig el se tud. Hány fény év? Körülbelül. Nem tudom. Na, nem tudom, de most nem ez a lényeg, mert oda az ember önmagától eljutni nem tud. Hát olyan baromi messze van, hogy egy ember öltő alatt lehetetlen megtenni. Mindig nem is ez a lényeg, hanem hogy felfedezték ezt a bolygót, és kihozták ezt a cikket, hogy hú, hogy lehet, hogy ez lesz a Föld 2, meg hogy nagy esély van rá, mert hogy ugyanolyan nap körül kering, meg minden megegyezik azzal, hogy alkalmas lehet az életre. Szép volt. Szökik a kávém. Mit? Ez már nem az? A pohara. Na mindegy. Hol tartottam? Föld 2. Ja igen, hogy igen, és azzal a különbséggel, hogy körülbelül 5%-kal van távolabb, mint mondjuk mi a naptól számítva, szóval valami olyasmit közöltek le, hogy nem 365 nap egy év, hanem... Egy év, hanem 380 valami. Na mindegy, és ez úgy elgondolkoztam, hogy úgy ez olyan érdekes téma szerintem, hogy mégis mennyire foghatja föl jelenleg az emberiség azt, hogy
hogy mennyire pusztítjuk saját magunkat, vagy hogy tényleg már ezen gondolkodunk, hogy egyszerűen egy teljesen másik bolygóra költözzünk. Az olyan téma, hogy de mégis, fürödt téma. Akkor hozzá te témát, hát komolyan. Nem hozok én vissza. Na, komolyan. Aj, de jó lenne, hallott, ha tudnék teleportálni, tudja menni, hogy fejállál vagy valamilyen. Hol vagyunk? Mi? Fúj. Mi ez? Ide akartál hozni? Nem éppen. És amúgy hogy kerültünk ide? Annára úgy. Valamit elrontottam. Ne, mit csinálsz? Ezzel? Aha. Na, hogy megpróbáld még egyszer, mert ez elég volt. Most de miért? Hova kerülnék szerinted legközelebb? Ez mondjuk jogos. Most innen, hogy jutunk vissza valahova, bárhova is. Hol vagyunk egyáltalán? Semmi közepén, itt egy fal. Hát mindegy, keresünk egy kajáldát, aztán legfeljebb. Itt kajáldát, ott semmi közepén. Hát bocsánat, nem tudtam valami. Ja, bocsánat. Elrontottam, na. Hát, legalább megkérdezheted volna. Mit? Ja, hogy azt hittem, mondtam, hogy ne mágiázzál, mert mindig rosszul süled. Még gyakoroljad előtte, de magadban, ne velem légy szíves. Tudod, azt hittem menő lesz, hogy de majd az a szerencsét, hogy legalább a cuccom az jött velem együtt, úgyhogy ez nem maradt. De az enyém nem. Ó, basszus, ez okni, mert azt meg ott... Ezt hova süllyesztetted menet közben? Eltűnt a bal az okni. Nekem meg a táskám. Ez benne volt mindenem. A mindenem. Benne volt mindenem. Itt vagyunk a semmi közepén, azt a táska a problémád. Kérdezzünk meg valakit. Itt? Itt tudom én. Látsz valakit? Nem. Állandóan a mágiáddal jössz, aztán elrontasz minden. Jó van mindegy, na. Na mindegy. Jó van, előfordul. Előfordul. Na, keressünk valamit. De nem ilyen sűrűn. Napi 5-ször csinálod ugyanezt. Hát valahogy gyakorolni kell. De ne velem. Na. Ne. Na. Ezt hagyd abba. Mondtam, hogy ne velem próbálkozzál ilyenekkel, mert nem sikerült. Nem hoztalak párhuzamos univerzumba, remélem. Hogy tudjuk megtudni? Várjál. Ó, de jó, még térerő sincs. Hol vagyunk? Nem tudom. Na jó, szerintem induljunk el valamerre, mert ez így nagyon nem jó. Jaj, mik vannak? Menjünk arra. Sok mocsok. Ja, hát ez nagyon félelmetes. Ez beteg. Mi a szarad? Jaj, Jézus! Na mindig menjünk. Szerintem ti így gyertek inkább, mert